Fennállásának 225. évfordulóját ünnepelhette a Révai Miklós Gimnázium. Horváth Péter az intézmény igazgatója elmondta, jogelődje a Győri Királyi Nemzeti Főbb Rajzolóiskola volt. Abból nőtte ki magát az intézmény, és úgy látja, a több mint 200 éve meghatározott szellemiséget a mai napig hordozza. Azt gondolom, hogy ha az iskola fejlődését nézzük, akkor ez valóban egy szerves fejlődés. Egy 3 évfolyamos rajziskolából egy reáliskolába, aztán egy főreáliskolába alakult, és ahogy népszerűsödött, ahogy a tudás egyre közelebb került minden réteghez, úgy aztán a 20. század első felében vált gimnáziumá, és azt gondolom, hogy őrzi azokat az értékeket, amik pontosan ebből a szerves fejlődésből következik, a tudás megbecsülése és magának a helynek a megbecsülése. Hiszen az iskolák azt gondolom régebben különösebben tudás templomainak számítottak, hogyha ebből valamit, ebből az érzetből is meg tudunk őrizni, az azt gondolom a mai diákok számára is nagyon hasznos lesz. Fekete Dávid alpolgármester ünnepi beszédében saját gimnazista éveire emlékezett vissza, hisz egykor maga is itt koptatta a padokat. Óriási élmény, hogy most az ember Győr városát képviselve, Győr város alpolgármestereként mondhatott köszöntőt. Én azt hiszem, hogy ebben az elmúlt 225 évben, ami a Révai mögött van, egészen biztos, hogy állandó volt az a szellemiség, ami Révai Miklóshoz köthető. Az ő egyetemi tanári habitusa, az ő nyelvész munkája egy óriási dolog, és ezt az intézmény mind a mai napig őrzi, és én bízom benne, hogy a következőkben is így lesz ez. A jubileumi ünnepség végén a győri önkormányzat képviselete, az iskola vezetősége és a diákok helyezték el a megemlékezés koszorúit a névadó mellszobra előtt.